Mikola Kuleba a gyermekek jogaiért felelős egykori elnöki biztos és a Szév Ukrén Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatója az ukrajnai média központban megtartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az Oroszország által deportált gyerekeket Fehér Oroszország területén is megtalálják, számolt be az Ukrinform. Nincsenek pontos információink arról, hogy hány ukrán gyermek tartózkodik Fehér Oroszország területén, de úgy gondolom, hogy ezeket a gyerekeket ott is megtaláljuk. Még azt sem tudjuk, hogy az Orosz Föderáció területén pontosan hány gyermekünk van. Most nagyon nehéz egyáltalán bármilyen információra szert tenni, mind Fehér Oroszországban, mind Oroszországban, jelentette ki az egykori ombudsman. Katerina Rasevska, az Emberi Jogi Regionális Központ jogásza, a Quebec nem a nemzetközi jogi közösség és a nemzetközi humanitárius jogszabályok ukrajnai alkalmazásával és végrehajtásával foglalkozó bizottság tagja elmondta, hogy Oroszországban valóban létezik azokat a befogadó családokat nyilvántartó jegyzék, amelyek gondozása alatt már több orosz gyermek van. Ez újabb teret biztosít a manipulációhoz. Például, hogy ne veszítsék el a juttatásokat, a gyerekek feletti felügyeleti jogot, kérik, hogy fogadjanak be még 8-10 ukrán gyereket, tájékoztatott az ügyvédnő. Elmondása szerint az Orosz Föderáció indokolatlanul tagadja meg az ukrán gyerekek Ukrajnába való hazaszállítását. Olyan intézkedéseket hoz, amelyek a hazatérés ellehetetlenítését szolgálják. Súlyosan megsértik a Genf Egyezményeket, a nemzetközi humanitárius jogot és háborús bűnnek minősíthetőek. Fogalmazott Rasevska.